A változékony időjárás és az eső ellenére sokan jöttek el, hogy együtt ünnepeljék meg a Kispest Kertváros Közösségi Egyesület fennállásának 12. évfordulóját. A Kertvárosi Közösségi Házban és a Csiki utcai játszótéren volt lehetőség csocsózásra, dárcozásra, pingpongozásra, csillámtetováltatásra, arcfestésre, ezen kívül volt egy 4D-s VR szimulátorgép és kreatív homokképeket is lehetett készíteni. Időről időre egy-egy nagyobb rendezvényen jelentkezünk itt a Kertváros területén, de a hétköznapokban sem áll az élet, tehát ugye nem csak az, hogy itt a játszótéren állandó mozgás van és állandó gyermekforgatag, hanem ennek egy része ugye az őszi idővel az át tud települni a közösségi házba. Különböző foglalkozások vannak, most már ez nyilván kevésbé a játék része, de hogy matematikai felzárkóztatás is van, tehát hogy bridge party van, pingpongozni lehet napközben, tehát hogy rengeteg olyan program van, ami mondjuk úgy, hogy az őszi estéken is elfoglaltságot jelent, és nem csak a fiataloknak, hanem adott esetben az idősebb korosztálynak is. Az ünnepi alkalomra egy sütő- és főzőversenyt is hirdettek, amire 10 féle sütemény, ezeket otthon kellett elkészíteni, és 5 főzőcsapat nevezett be. Ez egy pacal, csülkös pacal, ahol most már csak a krumpli van hátra, de megmutathatjuk azért, hogy milyen főzés eredményeivel. De úgy, hogy lássa a kamera is. Hát jó sűrű. Hát itt semmit nem látunk. Külön van a pacal, a csülök. Külön van a csülök. A csülök még hozzá, az utolsó pillanatban még hozzá fogjátok. Mire számítotok, hogy milyen eredménye? Fogjon a kaja. Ez a lényeg, ez a lényeg. Fogjon a kaja, nem érdekel a helyezés. A kóbor kutyát nem érdekel. Jó, akkor ez egy -1 pont lesz. Jó, köszi. Na nézzük. Kit akarlak, Gyuri? A kettes csapatból kérhetnénk itt... Ja, akkor rögtön bemutatjuk, hogy milyen munka zajlik. Már az utolsó termék, a fán készítése. Ez egy ritkaság lesz, mert ilyennel senki sem próbálkozik a mai nap folyamán, hogy a fánk lesz a köret, és a főétel pedig... Vörösboros sertéspörköl. És fánkkal. Ott már egy fánkot lát. Az a próba? Megnézni, hogy a belülről is jól átsül. A csapat több tagja, a nagy honvéd szurkoló is. Persze. Egy nagy kép. Tehát itt lényeges, hogy ez a filozófia, hogy a focihoz is óriási köze van a csapatnak. És a kaja pedig nem más, mint... Füstölt csülkös babgulyás. Itt arra kell vigyázni nyilván, hogy a bab és minden egyéb az megfelelő főzött állapotban legyen. Ez egy hatalmas adag, ebből legalább 30-40 ember tud enni. Itt megmutatjuk, hogy mennyi minden van benne. Hány perc múlva készül el? Hát a csipetkép most gyúrjuk, a felemelt meg, tudom, hogy 15-20 perc. Úgyhogy ez lassan készül, és nem tudom, hogy a meccs az mikor lesz? Igaz, hogy ilyenkor holnap lesz a meccs, Soroksár? Soroksár. A csapat mindenki megy a meccsre? Egyértelmű. Tehát holnap is lesz program. Remélem most is sikereset lesztek. És akkor a negyedik csapat, jövünk látogatóba, ha nem zavarunk, a negyedik csapattal kezdenénk. A neve a csapatnak. Beáé. Ki a Bea? Bea nincs itt. Bea. Várjuk a Beát. Hát akkor rögtön ő fog majd beszélni. Csak annyit, hogy miért lett be a csapat neve? Milyen csak, mi lett a nevünk? Beáék. Beáék. Igen, a Balázsékból, ugye? És ez a csapat volt, aki... Azon gondolkoztunk, hogy mi leszünk a 100 fülé főzet, mert hogy Harry Potter rajongók vagyunk. Harry Potter, mindenki? Harry Potter rajongó, az egész család. És a gyerekek? Ti meg bár más? Ti is? Ti is? Most ti voltatok, akik... Ötletet adtatok a... Vagy nem. Mert azt hittem, hogy rá a szülőkre kényszerítettétek a Harry Potter. Ja, akkor nem. Mi? Nem, a szülők fertőzték meg a gyerekeket. Borjú lesz a
mai... Borjú paprikás lesz, igen, egy kis túros nokedlivel. Túros nokedli. Túros nokedli, és egy kis és ez már kész van? Van? Az már kész van, igen, igen, ott van már a nokedli. Túros nokedli. Ez olyan strapacska-szerű, vagy olyan, ennél? Olyan, olyan, igen, 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 igen. Jól sikerült egyébként? Szerintem nagyon finom, tehát így ízlések és pofogok, de én azt gondolom, látszik, hogy már csak a hőntartás folyik, mert már ők készültek. Nagyon, nagyon fiatal kiborjú volt szerintem, úgyhogy gyorsan megfőtt egy másfél óra alatt. Na hát, ez a talán létszámában a legnagyobb csapat, ugye? És a csapat neve? Kitartóak. Kitartóak csapata. Honnan jöttetek? Honnan? De hogy milyen... Közös érdeklődési kör övez. Itt edzünk együtt. Ez a lényeg, hogy egy rendszeres látogatói a közösségi házban. És az edzés... Funkcionális köredzéseket tartok én, és akkor ők a csapatom. Tehát ők... Mióta működtök? Március óta. És körülbelül hányan vagytok? Csapatlétszám azon 14-en járnak körülbelül hozzám tornán. Lányok? Lányok, lányok. Lányok, de van fiú is a csapatomban, de most nincsen. Miben tudtok... segítséget adni egymásnak. Mi a célotok ezzel, hogy összejártok? Talán az, hogy a mindennapi problémákból kiszakadjunk, hogy egészségesen éljünk, hogy mozogjunk, és egyébként egy tök jó csapat jött össze a március óta. A nyugodt hangulatú, rendezett házakkal és kertekkel, csodálatos növényzettel övezett Kertváros Egyesületének taglétszáma folyamatosan bővül, most körülbelül 100 főt számlálnak. A szimpatizánsok száma több mint 1000 a közösségi oldalak tanúsága szerint. Miért jó egyesületi tagnak lenni? Hát az egyesületnek az elsődleges célja azért is jött létre, hogy egy közösség összekovácsoló erő legyen, illetve nyilván a hétköznapokban, amikor olyan külső hatások érik mondjuk ezt a szűkebb kertvárost, amikor egyfajta érdekvédelmi képviseletként is fel kell lépnünk, akkor sokkal fókuszáltabban és összeszedettebben tudunk egy-egy nagy beruházás, nem feltétlenül mellett vagy ellent, de a lakosságnak egyrészt az információval való ellátását sokkal hatékonyabban el tudjuk látni, illetve a vélemények összegyűjtésével, illetve azt tudjuk képviselni az önkormányzat felé például. Az egyesület rendszeresen indul pályázatokon, ennek köszönhetően a közeljövőben egy nagyszabású programsorozatban vesznek majd részt, amelyet a fővárosi önkormányzat írt ki a Budapest 150 keretében. A nagyszabású programsorozatot is sikerült pályázati úton most elnyernünk a fővárosi önkormányzattól, úgyhogy június 9-ig a Budapest 150. születésnapja alkalmából szeretne a Kertváros is bekapcsolódni egy budapesti programsorozatba, és ez a születésnaptól kezdődően egészen június 8-áig mozivetítésekkel, illetve ismeretterjesztő helytörténeti kiállításokkal, és egy közterületi kiállítással is szeretnénk majd itt a Temesvár utcában kiállítani olyan fotókat, amik a Budapest 150, illetve hát a Buda és Pest Egyesülésének történetét mutatja be, kispesti szemmel. A születésnapi főzőversenyt Beáik csapata nyerte a fiatal borjúból készült paprikással, a babgulyás a harmadik, a marhagulyás pedig a második lett. A sütemények közül a Honvéd csapatának banántortája győzött.